rendezvényre a helyi telephelyen rendelkező legnagyobb iparűzési adót befizető vállalkozások voltak hivatalosak. A program elsősorban a vállalkozások és az önkormányzat produktív együttműködését helyezte fókuszba. Az eseményen jelen volt Szepesi Tibor polgármester, Pántya József útépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkár, Páldi Tamás, a Jászhegyszolnok vármegyei önkormányzati hivatal törzségfejlesztési és külügyi iroda irodavezetője, valamint Karancsi Tamás, a Jászhegyszolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetője. Ahogyan a polgármester rámutatott, fontos, hogy a helyben működő vállalkozások vezetőivel rendszeresen találkozzanak, ezáltal olyan fórumot biztosítva nekik, ahol különböző témákban hasznos és számukra fontos információkat kaphatnak. Vállalkozókat szólítjuk meg ezzel a rendezvénnyel, hiszen az iparűzési adóbefizetők rangsorából hívjuk meg az első helyezett, gyakorlatilag az első 100 olyan vállalkozót, aki helyi iparűzési adót fizet itt Karcagon, és hát nyilván ők a legnagyobb vállalkozók, a legnagyobb beruházók, a legnagyobb fejlesztők, a legnagyobb munkáltatók. Nekik szeretnénk egy olyan fórumot biztosítani ezekkel a rendezvényekkel, ahol különböző témákban hasznos és számukra fontos információt kapnak. Kell egy olyan fajta kapcsolat az önkormányzat és a vállalkozói réteg között, amely biztosítani tudja azt, hogy fejlődni tudjon a város, hogy megismerjük egymás elképzeléseit, gondolatait, hiszen közösen kell azért munkálkodnunk, hogy egyrészt a munkaadók fejlődjenek, hiszen nagyon fontos az, hogy munkahelyet teremtődjenek, a meglévő munkahelyek meg tudjanak maradni, folyamatosan fejlődni tudjanak a vállalkozások. Ez ugye az iparűzési adó keresztül hasznos az önkormányzatnak, hiszen abból tudunk különböző fejlesztéseket megvalósítani. Tehát egymásra kell támaszkodnunk, emiatt fontos az, hogy megismerjük egymás elképzeléseit, lehetőségeit, és megosszuk azokat az információkat, amelyek szükségesek a közös fejlődéshez. A polgármester a továbbiakban elmondta, hogy míg az elmúlt alkalommal adóügyi és energetikai kérdésekkel foglalkoztak, addig a mostani összejövetel a pályázati lehetőségeket, valamint az M4-es gyorsforgalmi út fejlesztését vette górcső alá. Az előző rendezvényen elsősorban adóügyi és energetikai, hiszen akkor energia helyzet közepén álltunk, amikor az előző rendezvény megvolt, tehát adóügyi és energia kérdésekkel foglalkoztunk. A mai rendezvényen a pályázati lehetőségeket vesszük sorba, illetve egy előadást hallhatunk az M4 út fejlesztéséről, azokról az elképzelésekről, ugye a minisztérium előadóján keresztül, hogy milyen irányba, milyen ütembe és hogyan fejlődik az úthálózat városunkban, városunk környékén, a megyében, hiszen ez is nagyon befolyásolhatja azt, hogy milyen és hogyan képzelik el a jövőbeni fejlesztéseket, az ipari parkok kialakítását, milyen betelepülőkre tudunk számítani, tehát ez egy nagyon fontos kérdés az úthálózat fejlesztése. A továbbiakban Pántya József útépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkár az M4-es autóút fejlesztéséről beszélt. Ahogy elmondta, az M4-es számos eredményt tud felmutatni, hiszen már Törökszent Miklósig ér el a gyorsforgalmi út. A tavalyi év végén sikerült a következő 30 kilométert, amely Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasz foglalja magában, hatályba léptetni a kivitelezői szerződését, és ebben az évben munkaterületet átadva most már kivitelezői munkagépeket lassan-lassan láthatnak az arra közlekedők. El fogunk oda jutni, hogy 2025 év végére Kisújszállásig elkészül az M4-es gyorsforgalmi út, és egy ideiglenes végcsomóponttal, így a karcagiaknak is már teljesen elérhető távolságon belülre kerülve megvalósul ez a 30 kilométeres szakasz. Ahogy említettem, ez egy állami beruházásban megvalósuló rész, a M4-es további folytatása az már koncesziós feladat, koncesziós szerződés részeként, koncesziós feladatként fog megvalósulni. Kisújszállás, Karcag érintésével Püspökladány és Berettyói falu eléréséig, ez a hátralévő közel 60 km, ez koncesziós feladat lesz. Itt állami feladatként szerepel még a Karcag térségét érintő módosított nyomvonal engedélyes terveinek elkészítése. Ennek a közbeszerzési terveink szerint ebben az évben kiírjuk, és a jövő évben ez a tervezési feladat folytatódni fog.
ennek a tervezés, ezen tervezés részeként szeretnénk a Karcza keleti elkerülőt is továbbvinni, hiszen a tavalyi évben szintén sikerült a Karcza keleti elkerülőnek a környezetvédelmi munkarészét és a környezetvédelmi engedélyét megszerezni, és itt tovább kell lépnünk az engedés és kiviteli tervek megvalósítására. Ahogy a tervek rendelkezésre állnak, utána tudunk majd kivitelezésről beszélni, de a cél változatlan, keletről úgy kell elkerülnünk Karcagot, hogy egyébként a város több ponton elérve feltárjuk a keleti részét, és egy jobb mobilitás biztosított közúti infrastruktúrát hozzunk létre. Páldi Tamás, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei önkormányzati hivatal térségfejlesztési és külügyi iroda irodavezetője, valamint Karancsi Tamás, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetője a hazai és európai uniós pályázati lehetőségekről és tapasztalatokról tartott előadást. A tanácskozás a beszámolók ismertetése mellett remek alkalmat teremtett a kötetlen beszélgetésekre, valamint az eszmecserére is.